Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit az vlog sorozatomnak a következő részében. Most még mielőtt belekezdenék, szeretnék nektek mutatni valamit. Ami pedig nem más, mint hogy leesett az első hó, nem idén, de az idei télben. Itt van egyébként Roki amúgy, aki alapból ott szokott aludni, csak most kijött, mert nagyon sokat aludt, már nem tudom én. Szia, mindjárt kimegyünk hozzá. Szóval nem pulcsiba megyek ki, mert azért elég hideg van, úgyhogy szevasz Roki! Köszönj be a vlogba, mit gondolsz erről a hóról? Nem annyira tetszik neki, ahogy látom, mivel fázik, mert tiszta víz lesz tőle a bundája. Ugyanis még most is eszik, nem tudom mennyire lehet látni. Látni egyébként, szóval ilyen fasz a minden. Ki akarsz venni kertbe, Roki? Hát szintem ez... Nem, a garázsba akar menni. Ja nem, kertbe vagy? Kertbe menjünk, Roki? Szeretnél menni kertbe? Igen, szeretne. Gondolom a malackák, ők elbújtak. Nem, ott van, Kojak! Mert... Szevasz, Kojak! Csá! Mi a helyzet? Nektek annyira nem tetszik a hó, gondolom. Ruff, ruff, ruff. Olyan aranyosok vagytok. Ott jön Sonka! Szia! Csá, csá! Szevasz, Sonka! Szia! Na nézzük, hogy... Nézzük, hogy milyen hógolyót lehet dobni. Dobni, gyúrni. Ja. Emlékeztek még arra a videóra, amikor megpróbáltam visszaprankelni Rokit, de nem sikerült. Azt hiszem eljött a visszavágás ideje. Roki! Gyere! Roki! Szia! Jaj, de aranyos vagy! Áááá! Most megkaptad a magadét! Jó van, leprollak. Jaj! Csak hülyéskedek, tudod. Inkább gyere majd az erőszobába, gyere be. Gyere. Esélyesen volt, hát nem tudott védekezni. Na, most megyünk majd szánkózni, még mindenféle én dolgot csinálni, úgyhogy kellett valami normális gatya, úgyhogy ezt találtam így. Hol állítottak egy röveg? Én kergetem őket. Na hát most már másnap van, tegnap igazából nagyon nem csináltunk már semmit, csak hazajöttem, aztán felvettem a kérdezőreket. Most is az vasárnap van, megyünk át a mamához bölcskére. Aztán én majd előbb visszajövök busszal, ugyanis el akarok menni egy osztálytársam, majd még lehet jön egy-két barátom, velük elmegyünk az adventi ilyen ünnepségre, hiszen énekelni fognak az osztálytársaink, aztán azt nem lehet kihagyni. Hogy? Jó. Mi a helyzet? Minden okés? Nincs is. Nincs is jobb, mint ilyenkor egy fasz a foci. Indulj, Roki! Mekkora labdát kapott, de nem lövi be! Miért nem lőtted be? Hol mész, Roki? Várj, hagyj meg a sorak, mert megyünk el. Majd este tali, jó? Addig jó legyél. Na, szevasz! Se vagy! Szia! Nem nagyon van sosi benne, megeszem a bőrbe, jó? Se vagy! Beültünk zaválni egy pincet. Dén! Dén! A jó tettünk, amúgy.
Na, az a helyzet, hogy rendesen beszívtam én is, Donát is és Levi is. Egyikünkért se jönnek el, úgyhogy én sétáltok, Donát is, Levi meg megváratja. Hány óra múlva jön a busz? Másfél óra múlva jön a busz. Milyen sokan vannak amúgy itt a környéken. Jézusom. Én már itthon vagyok, mindjárt, viszont Donát még sétálhat haza. De egyszerű lenne, hogy ezzel lesz unnál. Na. Jaj. Már remélt, ez kicsit faszán néz ki. Anyád. Viszont én nagyon-nagyon szépen megköszönöm nektek a figyelmet, ahogy ígértem, 400 like-nál jön az a videó, ahol belefejelek abba az adag hóba, úgyhogy találkozunk legközelebb, további szép napot mindenkinek, sziasztok!